Üdvözlöm kedves nézőinket, én Kavélyó Kolini Bori vagyok, önök a Heti TV híreit látják. A választási kampány főpróbája zajlik, és az már most látható, hogy a 2018-as voksolás sorsdöntő lesz, mondta a Magyar Időknek Orbán Viktor. A kormányfő kijelentette, a nemzetközi politika hadszíntér, melynek középpontjában a migráció áll, a Soros Egyetem pedig az egyik mellék hadszíntér. A húsvét ünnepek alatt is folytatódtak a tüntetések, meg nem erősített források szerint már kedre is demonstrációkat szerveznek. Választási mozgalmat hirdetett Gulyás Márton aktivista szombaton a szabadságtéri demonstráción annak érdekében, hogy legkésőbb az év végéig szerintük arányos választási rendszert vezessenek be Magyarországon. Az MSZP miniszterelnök jelöltje szerint az ellenzéknek óriási a felelőssége, hogy ki tudja-e használni a kormányváltó hangulatot. A civil tüntetések szerint csak erősítik politikai programját. A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapján április 16-án tartják a holokauszt áldozataiért évről évre megrendezett emléksétát, ami idén a Cipők a Dunaparton emlékműtől indul és a Clark Ádám térre érkezik. A program 14:30 kezdődik, a köszöntők után a menet 3:00 indul el a sófár hangjára. A rendezvényen beszédet mond mások mellett Korrád György író, Szántó T. Gábor író, Szinetár Miklós rendező és Aharon Tamir az Életmenete nemzetközi szervezet igazgatója. Az idei program különlegessége, hogy a megemlékezés végén a résztvevők útnak indítják Hajdú Péter amatőr hosszú távfutót, aki 8 nap alatt 420 kilométert futva érkezik meg Auschwitzba, ahol csatlakozik a nemzetközi életemenetéhez, közölte Gordon Gábor, az Életmenete Alapítvány kuratóriumának elnöke. A szenvedés még nem üzenet, de ha az a szeretet kifejeződése Isten iránt, aki viszont szeret, hiszen feltámasztotta Krisztust, akkor az már valóban ünnep. A keresztben éppen ezért nem a halál, hanem a remény jelét látjuk, fogalmazott Erdő Péter bíboros, esztergomi budapesti érsek a Magyar Hírlapnak adott húsvéti interjújában. Vállalni kell a szenvedést, ami nem azt jelenti, hogy önmagában is érték lenne, hanem csak akkor, ha a másik ember és az Isten iránti szeretet fejeződik ki általa, mondta. A mai ember számára mindez rendkívül erős üzenetet jelent. Nem a fizikai kényelmetlenség, nem a fáradtság vagy akár a fájdalom a legnagyobb rossz a világon. S tudni kell, az ember nem csak pillanatnyi jó közérzet kedvéért él, hanem örök hivatása van. Vagyis egy nagyobb összefüggésben érdemes látni életünk mozzanatait, mutatott rá a bíboros. Húsvét a szeretet diadala, minden keresztény ünnep alapja, mondta Kozma Imre, a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat elnöke a köztelevízióban. Az önzés bűne rátelepszik az emberi kapcsolatokra. Jézus Krisztus az önzetlenség példája. A húsvét ünnepe az emberi kapcsolatokat rendezi, hogy a szeretet által egymás életét teljesebbé tegyük, tette hozzá Kozma Imre. Most pedig külföldi híreink következnek. Negyed százada nem volt ennyire kiélezett a helyzet a koreai félszigeten. Az ELTE Korea tanszékének vezetője szerint 1993-94 óta nem volt ennyire kiélezett a helyzet a koreai félszigeten, mint napjainkban. Csoma Mózes arról beszélt, Észak-Korea saját logikája szerint nagyon pontosan és nagyon kiszámíthatóan teszi lépéseit, célja pedig az, hogy ne hatoldalú, hanem az Egyesült Államokkal folytatott tárgyalásokon rendezzék a vitás kérdéseket. Megjegyezte, a fennyeni vezetés nagyon nagy mestere annak, hogy a végletekig fokozza a feszültséget, majd megállapodást kössön, mint tette ezt negyed százada Jimmy Carter volt amerikai elnök közvetítésével. Pedig akkor már sokan azt gondolták, hogy a második koreai háború küszöbén áll a világ, fűzte hozzá a szakértő. Moszkva minden országot arra szólított fel, hogy tanúsítson önmérsékletet és tartózkodjon a provokációként értelmezhető lépésektől az Észak-Korea körül kialakult helyzetben, jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Peszkov szerint Oroszország nagy aggodalommal figyeli a feszültség kiéleződését a koreai félszigeten. Emlékeztetett rá, hogy Moszkva következetes álláspontot képvisel a nukleáris fegyverek elterjedésével szemben, és egyúttal annak a híve, hogy az összes válságot, beleértve az Észak-Koreait is, politikai és diplomáciai úton rendezzék. Az orosz elnöki szóvivő azt követően nyilatkozott erről, hogy az Egyesült Államok flotta köteléket vezényelt Észak-Korea partjainak közelébe, Pjöngjang pedig megelőző csapással fenyegetőzött. Észak-Koreában szombaton a tervek szerint katonai díszszemlét tartottak az államalapító Kim Ir-szen születésének 105. évfordulója alkalmából.
Fennyán gyakran időzíti jelentős évfordulókhoz kísérleti atomrobbantásait vagy rakétakísérleteit. Szigorú biztonsági intézkedések közepette tartották meg világszerte a nagypénteki szertartásokat. Rómában Ferenc pápa vezette a keresztúti ájtatosságot a Kolosseumnál, amelynek már a környékére sem mehettek délutántól a turisták, ahogy a régi cirkuszépület légterét is lezárták. A térséget gyalogosövezetté alakították át a húsvéti időszakra. Hasonlóképpen gyalogosövezet lett vasárnap a Szent Péter tér környéke is, ahol Ferenc pápa mutatta be a húsvéti ünnepi misét. A tér felé vezető sugárutat egyébként már a tavaly nyári nizzai kamionos merénylet óta hatósági járművek torlaszolják el. Előrejelzések szerint 500 ezer látogató lesz Rómában a következő napokban, akik mindenek előtt a Kolosseum és a Vatikán környékén mozognak majd. A biztonságot több ezer rendőr, csendőr felügyeli, az olasz fővárosban épp úgy, mint a turistákkal teli többi olaszországi helyszínen, Firenzében vagy Velencében. Egyiptomban a kopt egyház és a hatóságok védelmében kezdte meg a húsvéti ünnepség sorozatot, egy héttel a virágvasárnapi bombamerényleteket követően, amelyben 45 keresztény halt meg két templomban. Ezekkel az eseményekkel át tudjuk élni Krisztus szenvedéseit, mondta Kirillos kopt püspök az AFP-nek. Az egyház az áldozatokra való tekintettel szándékosan szerényebb külsőségek között fog ünnepelni, nem díszítik fel a templomokat, az ilyenkor szokásos közösségi találkozók pedig elmaradnak. Jeruzsálemben idén is rengeteg turista és zarándok vett részt a nagypénteki eseményeken, amely egyúttal a zsidó húsvét kezdete is, így a Szentvárosban két közösség is megemlékezett saját ünnepéről. Beszámolók szerint a tömegek vonulását az izraeli hatóságok szigorúan felügyelték, ennek ellenére az óváros közvetlen közelében a villamoson halálra késeltek egy brit nőt, a tettest elfogták a rendőrök. A keresztények nagypénteken Jeruzsálemben végigjárják azt az útvonalat, amelyet egykorú Jézus Krisztus is megtett kereszttel a vállán. A stációk jelenleg az óváros egy-egy pontján találhatók, ahová az évezredek alatt épületek kerültek. Rekordszámú turista érkezett 2017 első negyedévében Izraelbe, számolt be a legfrissebb adatokról az Izrael Hájom. A lap cikke szerint mindez 5000 új álláshely létrejöttét generálta, valamint közel 1 milliárd dollárt plusz bevételt. A legnagyobb növekedést a Hongkongból, Olaszországból, Dél-Afrikából, Dél-Koreából és Finnországból érkezők generálták. A turisták számának növekedése annak ellenére következett be, hogy az utóbbi időben sokat erősödött a sékel, ami még drágább turisztikai célponttá tette Izraelt. Egy jeruzsálemi villamoson késelt halálra egy brit turista nőtt pénteken egy palesztin férfi, közölte az izraeli rendőrség. Az incidens a jeruzsálemi városháza, illetve az óváros közelében történt, miközben a helyi keresztények nagy pénteket ünnepelték, a muszlimok pedig imára gyűltek a környező szent helyeiken. Értesülések szerint a nő a támadást követően a kórházban halt meg. A rendőrség tájékoztatása szerint a késelés áldozat egy 25 éves nő volt. Az izraeli Shin Bet belbiztonsági szolgálat a támadót Jamil Tamimiként azonosította. Az 57 éves kelet-jeruzsálemi lakos a Shin Bet állítása szerint pszichés problémákkal küzdött és öngyilkosságot akart elkövetni. Reuven Rivlin izraeli elnök határozottan elítélte a késeléses támadást. Törökország vasárnap dönt arról, hogy támogatja-e az elnöki rendszer bevezetését lehetővé tevő alkotmánymódosítást, azaz szeretné-e tovább növelni Erdogan hatalmát, illetve további jogosítványokkal felruházni a török elnököt. A független török köztársaság több mint 90 éves alkotmányos rendjét átalakító módosítás értelmében a végrehajtó hatalmat a továbbiakban nem a miniszterelnök által vezetett kormány gyakorolná, hanem a mindenkori államfő, akinek a jogkörei mindeddig meglehetősen korlátozottak voltak. Legalábbis formálisan, hiszen Erdogan eddig is nyíltan befolyása alatt tartotta a több mint 10 éve kormányzó Igazság és Fejlődés pártot, amelynek egyébként maga is az egyik alapítója, később pedig pártelnöke volt. Az alkotmánymódosítás révén azonban az államfő párttag is lehet a jövőben, tehát többé nem lenne szükség a semleges szerepkör fenntartásának látszatára. Soha nem volt még olyan bizonytalan a francia elnökválasztás kimenetele, mint 9 nappal az idei első forduló előtt, ahonnan a felmérések szerint 4 jelöltnek van esélye továbbjutni a második fordulóba, olyannyira lecsökkent a különbség közöttük, s ezzel párhuzamosan a bizonytalanok aránya továbbra is nagyon magas.
Továbbra is a független Emmanuel Macron, a szocialista kormányzat korábbi gazdasági minisztere, és Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front elnöke áll fej-fej mellett az élen, de már csak 22%-os támogatottsággal. Őket követi a radikális baloldali jelölt 20%-kal, míg a negyedik helyen álló François Fillon konzervatív jelöltnek jelenleg 19%-ot mérnek. Mindezek alapján az a következtetés vonható le, hogy jelenleg mind a négyüknek esélye van bejutni a második fordulóba, és a kampány utolsó hete meghatározó lesz az erőviszonyok szempontjából. Végül az időjárásról. Vasárnap kezdetben keleten még borult lesz az ég, majd ott is csökken a felhőzet, mindenhol kisüt több órára a nap. Napközben komoly és fátyol felhők lesznek az égen. Helyenként valószínű záporeső, de hajnalban délen és keleten még lehet összefüggő eső is. Az északnyugati szél főként a Dunántúron és a főváros térségében viharossá fokozódik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 4 és 10, a legmagasabb nappali hőmérséklet 12 és 17 fok között várható. Hétfőn már gyengébb lesz a szél, északnyugaton lehetnek még erősebb széllökések. Napközben helyenként kialakulhat gyenge eső, futó zápor. Hűvös lesz a hajnal, helyenként gyenge fagy is előfordulhat. Délután 13-17 fok a valószínű. Híreinkről bővebben a hetitv.com, illetve a brauerpress.com internetes oldalainkon olvashatnak. Én köszönöm szíves figyelmüket, további jó pihenést kívánok, viszontlátásra!